Sziasztok youtuberek! A mai videóban a Segwayről és a City Rollerről lesz szó, amit itt láthattok a vállamon. Ami még talán nagyon fontos elmondanom így az elején, hogy ezt a videót senki nem támogatta be. Tehát nem fizettek külön azért nekem, hogy bemutassam se a Segwayt, se a City Rollert. Igazából egyetlen egy embernek köszönhető az, hogy meg tudtam csinálni ezt a mai vlogot, illetve a részt, az pedig nem más, mint Gabi, akinek szeretném megköszönni, hogy rendelkezésemre bocsájtotta és támogatta azzal, hogy kölcsön adta nekem a rollerét, hogy elkészüljön ez a mai videó. A legelső gondolatom az... Aha! Hogy gurul! Nézd! Szóval a legelső gondolatom az volt, hogy összehasonlítom a City Rollert és ezt a Segwayt, ezt az elektronikus Segwayt, és hát arra kerestem a választ mindeddig a másodpercig, hogy melyik a jobb. De aztán mégis úgy döntöttem, hogy nem azt fogjuk megnézni, hogy melyik a jobb. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon jó, és jó, hogyha van. Viszont azt nézzük meg, hogy melyiket érdemes megvenni, de ez is hülyeség szerintem, mert mind a kettőt érdemes megvenni. Nézzük meg, hogy melyiknek milyen előnyei és milyen hátrányai vannak, jó? A Segway megjelenését tekintve elég futurisztikus. Nagyon érdekes, mert mindenki megbámul vele az utcán. Kérdezgetik folyton tőlem, hogy a csodába lehet ebben közlekedni. Tehát hogy állok rá egyáltalán, mivel hogy két kereke van ugyan, és hát mint tudjuk, hogyha két kereke van és nincs mivel támaszkodni vagy kapaszkodni, akkor elég nehéz rajta ugyebár állni. Be található két darab 350 wattos villanymotor, és itt van ez a gumi, akármi ez az érzékelő, hogy amikor ráállsz, akkor tudja, hogy a motor be kell kapcsoljon, és ha előre-hátra egyensúlyozogatsz, vagy billented a lábfejedet, akkor a motor előre vagy hátra fog forogni, és ezáltal nem enged róla leesni, úgymond, mert ha hátra billented, akkor kompenzálja egyből a gumikerék, és ezáltal nem fog tudni róla leesni. Ha azt akarod, hogy az emberek megbámuljanak, akkor ez lesz a jó választás. Ugyebár, hogyha villanymotor van benne, ez azt eredményezi, hogy van benne egy akkumulátor, legalábbis kell lenni benne valahol egy akkumulátornak. Nos, hát van is, ami az egyik hátránya is ennek a Segwaynek a rollerral szemben, hogy lemerül az akkumulátorod, és nem fogod tudni használni bármikor, bármilyen helyzetben. Ellentétben ugye a rollerrel, ami igazából bármikor elő tudod kapni, és gurulhatsz vele. Erről a Segwayről készített teszt videót, azt láthatjátok, hogyha ide kattintatok. Ide a sarokba. A sebességét tekintve a Segway az körülbelül 12 km per órás sebességet tud alattam. Egy könnyebb testfelépítésű személy alatt biztos vagyok benne, hogy sokkal gyorsabb sebességre is képes. Bár ez a 12 km per órás sebesség, én úgy gondolom, hogy bőven elég ennek a Segwaynek, mert utána olyan instabillá válik az egész, hogy nagyon megnövekszik a baleset veszélynek a kockázata. Ellentétben a City Rollerrel sokkal gyorsabban és biztonságosabban tudsz közlekedni. Ezekből a rollerokból többféle fajta készül, van amelyeken van kézifék is. Ezen a modellen, amit most én itt tesztelek, illetve használtam a videóban, azon csak egy hátsó lábfék van. De ettől függetlenül biztonságosan tudsz igazából közlekedni vele, mert bármikor letöheted a lábadat, és bármikor le tudsz róla ugorni. Sebességét tekintve sokkal, de sokkal gyorsabb, mint a Segway. Viszont egyetlen egy hátránya van, hogy ezt emberi erővel kell hajtani. A roller megjelenését tekintve semmi extra, nincs benne semmi különlegesség. Picit azt mondanám, hogy modern, mivel raktak rá lengéscsillapítókat, legalábbis erre a modellre, nem mindegyik modellen van, ezen a modellen vannak lengéscsillapítók, amik az ilyen döcögős utakat igazából kiegyenlítik egy picit, és nem annyira rázza szét a lábadat. A súlya a rollernak az körülbelül 5,5 kg körül mozog, a Segwayé viszont 10 kg, úgyhogy hordozás szempontjából sokkal könnyebb a dolgod, hogyha a rollerrel kell közlekedned, viszont amíg a Segwayt igazából cipelni kell, mert olyan nehéz. Ár szempontjából lényeges különbség van a
két jármű között. Az egyik fele annyiba kerül, méghozzá roller, az fele annyiba kerül, mint a maga a Segway. Én annak idején a Segwayemet 75 ezer forintért vásároltam, a City Roller pedig olyan 30 ezer forint környékén járt annak idején. Számomra a rollernak a legfontosabb hátránya az, hogy vlogolása alkalmatlan. Mivel mind a két kezedre szükséged van ahhoz, hogy tudjál közlekedni a rollerrel, így nem fogod tudni tartani például a kamerát a kezedbe, úgyhogy ez a vloggereknek nem lesz a kedvenc járgánya, az biztos. A rollernak van egy nagyon jó tulajdonsága, hogy össze lehet csukni, és nem kell bajlódni a kormánnyal, tehát nagyon kis, viszonylag nagyon kis helyen elfér. Egy dologban biztosak lehettek, bármelyiket is vásároljátok meg, nem fogtok benne csalódni. Mind a kettő teszi a dolgát, amire legyártották, mind a kettő szuper kis járgány. Sokan szokták azt mondani nekem, hogy hú, de milyen könnyű dolgom van, mikor látnak a Segwaye például babakocsit tolni. Az az igazság, hogy mindkét járgányon eléggé elfárad az ember lába. A rolleron szerintem hamarabb el fog fáradni a lábad, mivel szocsokat kell hajtsad magadat ahhoz, hogy előre tudjál jutni, főleg, hogyha hosszú távra használod. Ugyanez a Segwaynél, ugyan nem hajtod magadat a lábaddal, viszont avval tartod. Szóval a vádlid, meg a lábfejed az első 10-15 percen belül ki fog fáradni, és utána már kényelmetlen lesz a Segwayjel is menni. Most hát remélem tetszett ez a kis videó a Segwayről és a City Rollerről. Ha van valami kérdésetek ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan kommenteljetek be ide a videó alá. Most viszont elmegyek megkeresem Évit, mert azt mondta, hogy 5 percet találkozik valakivel. Ennek körülbelül 20 perce volt, és hát az a helyzet, hogy én nagyon megszomjaztam, úgyhogy innék valamit. Nem tudom, hogy merre találom. Múltkor elszakadt a lábujj közös papucsom, és hát úgy éreztem, hogy vennem kell egy másikat, mert nem járhatok ugye papucs nélkül, ezért találtam magamnak egy megfelelő papucskát itt a szekrény mélyén. Kíváncsiak vagytok rá? Figyeld! Szerintem tök cuki. Igaz, hogy pont nem az én méretem, de azért el lehet kolbászolni vele a városba, itt-ott-e merre, nem? Szerintem, csak nem tudom, hogy találok-e megfelelő pólót hozzá.